Lemondott a kormányfői tisztségről Nikolaj Csuk. A leköszönő miniszterelnök közölte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kormányfőcsere gyorsan, még ezen a héten lezáruljon. A Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt között másfél évvel ezelőtt megkötött megállapodás szerint a kormányfőcsere május végén meg kellett volna történjen. Bő két héttel ezelőtt viszont a koalíciós pártok vezetői abban állapodtak meg, mondhatni Márcsil Csolákú PSZD elnök nyomására, aki egyébként a vetésforgó felfüggesztését kérte, hogy elhalasztják a rotációt addig, amíg megoldást találnak a tanügyi sztrájkra. Felelősséggel vállaltuk a helyzet orvoslását, és ma ezt egy kormányrendeletben meg is tettük, mondta a leköszönő miniszterelnök. Considerat fiind că acest conflict a fost încheiat. Mivel pontot tettünk ennek a munkakonfliktusnak a végére, és amint ezt a koalíció szintjén is felvállaltuk, íme eljött ez a pillanat, amikor befejezem a kormányfői tevékenységem. Következésképpen, miután az államfőnek is benyújtom a lemondásom, a koalíciós tárgyalásaink következményeként elkezdjük a rotáció gyakorlatba ültetését. Kormányzati források szerint már kedden lezajlik a konzultációs sorozat Klaus Johannis államelnök és a parlamenti pártok képviselői között az új kormány felállításáról, annak érdekében, hogy a kabinetről június 15-ig dönthessen a parlament. Az államfő várhatóan Márcsil Csolákú PSZD elnököt bízza meg a kormány alakítással. Továbbra is kérdéses azonban, hogy az RMDSZ marad-e a kormányon.